Az ünnepség résztvevőit Bán Béla, az intézmény lelkipásztora köszöntötte. Ezt követően a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Valamikor itt egy családi házát, ennek helyén sikerült megépíteni az új otthont, mondta beszédében. A bajaikat szolgálja. Az igazi jelentőség abban van, hogy túlmutat önmagán. Nyilván nem innen fogják elvinni a konyha adagokat mondjuk a pécsi önkormányzatra, át a Dunán, de maga az épület, a kivitel minősége, illetve a konyha, mondhatjuk, nem titok, három ilyen van Magyarországon. Van olyan szolgáltatás, amit Baján kívül 18 településen végeznek, a házi segítségnyújtást pedig 5 településen. A kezdetekben 110 dolgozója volt az intézménynek, és 500 ellátottról gondoskodtak. Mostanra 170 dolgozójuk van. Összegezte az elmúlt éveket és a fejlesztéseket az intézmény vezetője. A 170 dolgozóból 130 szakdolgozó, és 1200 emberről gondoskodunk. 17 féle szociális ellátásunk van, bővültünk a szociális ellátások kapcsán is. Ebből az utolsó kettőre a tavalyi évben kaptuk meg az engedélyt. Ez a pszichiátriai betegek nappali ellátása volt, és a szemébetegek beteg nappali ellátás. Előző évben fejlesztő foglalkoztatásra kaptunk engedélyt. A teljesen új háromszintes épület pince szintjét főleg hitéleti célra és közösségi programokra használják majd. A padlástérben irodahelységek, terasz és a gépészet kapott helyet. Emellett csoportszobák, étkező, konyha és kiszolgáló helyiségek találhatók még az épületben. A szociális főzőkonyhában 600 főre főznek, valamint a fogyatékosok nappali ellátása 40 fő számára biztosít helyet. Az átadó ünnepségen a térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott a Cédrusnak, a Református Egyháznak és az önkormányzatnak az elmúlt 10 év munkájáért. Minden tekintetben a legfontosabb az, hogy minél jobb körülmények között tudjuk ellátni azokat, akik elesettek, és természetesen a konyhára gondolok, hogy minél jobb korszerű körülmények között tudják az intézményben elvégezni a dolgukat. Hogyha arról beszélünk, hogy miért fontos az ellátórendszer fejlesztése, azt gondolom, hogy jó döntést hozott a város 10 esztendővel ezelőtt, amikor a Református Egyházzal együttműködési megállapodást kötött. 10 évvel ezelőtt született meg az önkormányzattal a megállapodás arról, hogy a szociális ellátás nagy részét a Református Egyház és a Cédrus intézmény veszi át. Azóta folyamatos a kapcsolat és a fejlődés, mondta a város alpolgármestere. Lehet látni azt, hogy az infrastruktúrában is van fejlődés, a több épületük megújult, több ellátás magasabb színvonalon zajlik, ez mind-mind nagyon fontos, de én magam úgy gondolom, hogy az a fajta lelkület, ahogy az ellátás zajlik, az talán egy egész picivel még fontosabb, mint hogy milyen az infrastruktúra. A műszaki átadás átvétel után már csak apróbb javítások vannak hátra, így már csak a működési engedélyre várnak, mondta az intézmény vezetője.